A szervezők által sem várt siker kísérte a 2008-ban útjára indított rendezvényt, amelyen a Guinness rekordnak számító gombóc Artúr csokoládi szobrot készítette el Ecker Róbert. A helyi művész 2009-ben 13 négyzetméteres csokoládi festményén Csukás István mesefiguráit örökítette meg, tavaly óriás csokoládi bombont alkotott, amiben 200 liter tokai bor került. Az idén az észak-magyarországi régió legnagyobb élelmiszeripari rendezvényére készülnek a szervezők, ahol a csokoládé mellett szakmai eseményeket, kulturális és szórakoztató programokat kínálnak. Többnapos csokoládé fesztivál, nagy izgalommal tekintünk, hogy a fesztivál elé, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e arra, hogy egy többnapos fesztivál csináljunk, ez nagy vitát is váltott ki. Én bízom benne, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani. Nagyon sokat dolgoztak a szervezők azon, hogy gördülékenyen állítsák össze a programokat, hogy jó programok legyenek, hogy mindenki megtalálja a saját érdeklődésének megfelelő fesztivál programot, és most már a jó Istent kérjük arra, hogy jó legyen az idő, hiszen egy rossz idő esetében bizony ez megnehezíteni a mi dolgunkat. Ami különbözik az eddigiektől, hogy a fesztivál első napjaiban inkább egy szakmai jellegű élelmiszerekhez, egészséges táplálkozáshoz fűződő programsorozat lesz, ami érdeklődést váltott ki, hiszen a minisztérium részéről is lesznek, itt lesz az országgyűlés alelnöke, itt lesz a vidékfejlesztési miniszter maga is, Fazekas Sándor úr, és aztán a csokoládé fesztivál pedig a szombati és a vasárnapi napokon teljesedik majd ki, és hát természetesen kulturális programok is lesznek, ugyanúgy, mint ahogy eddig is voltak. Általában nagyon ügyelünk arra, hogy a népművészethez és ehhez kapcsolódó programok jelenjenek meg itt napról napra, de azért a könnyűzenében is megtalálja mindenki a számítását, aki ebbe az irányba érdeklődik, és hát megint csak a másik elképzelésünk, hogy helyi erőket tudjunk megfelelő módon bemutatni, ezért a Hooligans lesz a csúcsesemény a fesztivál zárásaként, aki egyértelműen szerencse együttes, egyértelműen szerencsének is vallják magukat, szóval ők lesznek a végén, ők fogják befejezni a fesztiválunkat. A négy napos rendezvény keretében konferenciát tartanak az egészséges hazai élelmiszerekről és táplálkozásról. A szakmai programok keretében a résztvevők megismerkedhetnek a helyi csokoládégyártás hagyományait megőrző Szerencsi Bonbon Kft. Történetével és a cég legújabb termékeivel. Szeretnénk bemutatni azt, hogy mit fejlődtünk az elmúlt időszakban, különösen a múlt évtől kezdődően, és aztán szeretnénk olyan látványos gyakorlati fogásokat is bemutatni, amik érdeklik az embereket. Ezért egy jó néhány sátor lesz a miénk, talán 7 vagy 8 sátor alatt fogunk különböző bemutatókat tartani, és hát természetesen árusítani itt majd a fesztivál alatt. Minden évben meglepetésre is készül a Bonbon Kft. Különböző Guinness rekordok és más művészi munkák jelennek meg csokoládéból. Mi lesz az idén? Csokoládé figura lesz szintén, Ecker Róbertnek a segítségével, Rákóczi Ferencet formázta meg, egy embernagyságú mellszobrot készített csokoládéból, ez már elkészült, és aztán Pompom meséjéből 2 figurát farag, aztán be fogja fejezni, gondolom, a fesztivál alatt a közönségnek az örömére, és ezen felül egy speciális égetett cukorka grillázs szobor is készülni fog, ami hát a Szerencsivárat fogja ábrázolni, és remélhetőleg mindenki örömére jó néhány hónapig látható lesz ez is, mint a szobrok, amelyekre most már jó lenne egy kis múzeumi helyet kialakítani, hiszen már jobb néhány darabban belőlük. A céget 15 évvel ezelőtt alapították a Szerencsi Csokoládé gyártásnak a megmentéséért, tehát már múltja van ennek a cégnek, mi lehet a jövője? Kifürkészhetetlen a jövő. Az elmúlt 3-4 évet figyelembe véve viszont bizakodók lehetünk, mert minden évben az előző évhez képest kb. 50%-kal nőtt az értékesített termékmennyiség, amit itt állítottunk elő Szerencsén. És azt hiszem, hogy 2009-ben, 2008-ban és 2007-ben pedig
a megyei toplista első 100 vállalata között számon tartottak bennünket. Most körülbelül 100-an gyártunk édességet, és ez minden bizodalom megvan, hogy fejlődni fog. Bővül-e a jövőben a termékeknek a kínálata? Igen, igen. Nem lehet másképpen. Minden éven valami újat kell hozni. Egyébként ez a gyakorlat is. Most körülbelül 150 termékünk van, és az volt a régi gyakorlat, körülbelül, hogy a Szerencsi gyárba is, hogy egy olyan 20%-ot újítottunk minden éven, ezt a gyakorlatot mi folytatjuk, és a 20%-ból, ha egy-két termék életgörbéje több évet átível, akkor már megvan az öröm. Itt a retro termékekre helyeztük az elmúlt időszakban is, mert mostanában különösen a hangsúlyt, és aztán a retroval akarjuk a Szerencsi termékeket reklámozni az egész országba. Talán már most minden egyes kereskedelmi hálózatban ott vannak a termékeink. A sajtótájékoztatón az igazgató szólt arról, hogy a cég termékei, az ét mellett a tejcsokoládé is szeptember 1-től legalább 40% kakaótartalommal kerülnek forgalomba, így mentesülnek a népegészségügyi termékadó megfizetése alól. Az idén nyár elején elfogadott törvényhez országgyűlési képviselőként Koncz Ferenc nyújtott be módosító javaslatot, ami arra irányult, hogy a 40% cukortartalmat meghaladó kakaótartalmú termékek, jellemzően a csokoládék közül, csak azok essenek a népegészségügyi termékadó hatálya alá, amelyek kakaótartalma nem éri el a 40%-ot. A képviselő szerint javaslatának az elfogadása a hazai csokoládégyártás eddig is nehéz terheinek növelésének megakadályozását, ezzel együtt a Szerencsi csokoládégyártás lehetőségeinek a megőrzését érte el. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az idén a Szerencsi Bonbon Kft.-nek adományozta a vidékfejlesztési miniszter az élelmiszerbiztonsági díjat, ami a legmagasabb elismerés az ágazatban.